Tisztelt Balatonszászlóiak! A koronavírus okozta veszélyhelyzet hirdetése óta számos közleményben tájékoztattam Önöket a kormány és az önkormányzat által hozott intézkedésekről. Most a járvány által előidézett helyzet emberi oldaláról szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel. Különösen nagy nyomást nehezedik most az egészségügyi dolgozóinkra, a házi szociális gondozó szolgálat gondozónőjére és a Balatonszászlói Szászos Szép Obvoda vezetőjének és konyhájának valamennyi munkatársára. A megszaporodott feladatok ellátásához be kellett vonni Balatonszászlói Polgárőrös Szervezet tagjait is. A járványügyi szabályok betartását és bizonyos szociális jellegű feladatok koordinálását a polgárőrök segítségével tudja az önkormányzat biztosítani. Az iskolánkban a pedagógusok tesznek komoly erőfeszítéseket azért, hogy biztosítsák a gyermekek oktatását egy számukra teljesen ismerten módszerrel. Ezúttal mondok nekik köszönetet. A településen működő kereskedőknek és vendéglátóknak igen rövid idő alatt kellett jelentősen átszervezniük tevékenységüket. A községben járva azt tapasztalom, hogy a rendkívül jogszabályok rendelkezését betartva működnek, és lehetőségeihez mérten minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság ne szenvedjen hiányt semmiben. Köszönet nekik! Köszönöm továbbá a helyi lakosoknak, szolgáltatóknak, munkavállalóknak, hogy fegyelmezetten veszik tudomásul azt, hogy kizárólag a jelentős megszorítással járó járványügyi óvintézkedések betartásával óvhatják meg saját maguk és szeretteik egészségét. Külön köszönet fejezem ki azoknak a külföldi hazatérő szászaiaknak, akik a sok lemondás ellenére is embertársaik védelme érdekében önként vállalták a 14 napos házi karantént. Egyben kérek mindenkit, hogy óvakodjon meggondolatlan ítélkezéstől. Teszem ezt azért, mert utóbbi napokban több olyan jelzés érkezett hozzám a külföldről hazaérkezőktől, hogy az utcán néhány sértő megjegyzésekkel illetik őket. Természetes, hogy mindannyian féltjük egészségünket, azonban kérem, tartózkodjunk a durva véleménynyilvánítástól. Végezetül köszönöm munkatársaimnak, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzat és az intézményei valamennyi dolgozójának, akik a megváltozott munkakörülmények között most is azon dolgoznak, hogy településünk élete zökkenőmentesen működjön. Jó egészséget és kitartást kívánok mindannyiuknak!